mikor megnyomom a gombot, hogy rendben, zárom, nagyon egyszerűen konfirm gombocskára kattintottam, és meg is van már a profitunk, realizáltuk a profitot. Üdv mindenkinek Defangri mai videójában. A mai videóban megnézzük azt, hogy hogyan szokták a professzionális kereskedők a tőkeáttétes pozíciókat menedzselni, mikre érdemes itt figyelni, milyen buktatók vannak, mi az, ahol a legtöbb ember el szokott vérezni, akkor, hogyha tőkeáttétes kereskedésbe szokott belekezdeni. Kiemelem itt a rizikókat, kiemelem itt a nyerességeket, és bemutatok nektek kettő olyan pozíciót, amit személy szerint vezetek most, amiket meg szeretném nektek mutatni, hogy hogyan fogok következő időszakokban menedzselni, abban az esetben, hogyha egy bikapiac folytatást fogunk látni itt a következő hónapokban, hiszen nagyon fontos ez a stratégia nem egy medvepiacban, hanem ez kifejezetten olyan piacban használatos, ahol egy egyértelmű irányt kaptunk, és esetlegesen egy olyan parabolikus felfutásba végződik a, 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 a mozgás, amit sok-sok alkonynál láthatunk. Mielőtt beleugrunk ebbe a videóba, megköszönöm neked azt, hogy ha tetszik ez a videó, mindenképpen like be, illetve ha még nem lennél feliratkozva, mindenképpen iratkozz fel ide a DeFiangly weboldalára, applikációjára, illetve a YouTube csatornára, minden linket itt a videó leírásában. Az applikáció és a weboldal egy olyan zárt tartalmak közösséget is képvisel, ahol már rengetegen vagyunk, és egy nagyon klassz és szuper közösséget alkotva megyünk bele itt a Bika piacba, illetve a medve piacot is nagyon jól át tudtuk vészelni, ahol különböző jó pozíciókat, portfóliókat, és természetesen olyan DeFi adta lehetőséget használtunk ki, amikkel most aratjuk a babérokat. Amennyiben ez téged érdekel, mindenképpen csekkod le itt a leírásban lévő linkeket, itt meg tudod nyitni a Defi Hungary felületét, a Defi Hungary egy applikációs weboldal formájában elérhető platform, legyen az információkról szó, legyen az például a portfóliómról, a jelenlegi helyzetjelentéseimről, elemzéseimről, tanulmányaimról szó, akkor itt mindent megtalálsz. Ezen felül a tőzsdékre, mint Bybit, Binance vagy OKX szintén meg fogod találni itt a linket a leírásban. egyébként a Bingex-et is felvettük a repertoárunkban, ahol nem csak kriptót, hanem részvényeket is lehet kereskedni, tehát bónuszokért mindenképpen csekkod le itt a linkeket. Most viszont én azt gondolom, hogy térjünk rá a lényegre. Fontos még egyszer azt megjelzem itt a videó elején, hogy ezeket a pozíciókat, illetve ezt a stratégiát akkor érdemes alkalmazni, hogyha egy egyértelmű irányt kapunk, és a mozgások impulzívan mennek Végül Az impulzív végbe mozgásokat úgy értelmezhetjük, hogy egy egyértelmű irányt kapunk, legyen az egy fölfelé irányuló trend, vagy egy lefelé irányuló trend. Vegyünk itt például egyébként egy mozgást, amit a szolánán láthattunk, és nézzük meg azt, hogy itt miért is működhet és fog működni ez a stratégia, abban az esetben, hogyha a marginunkat, tehát a pozícióba behelyezett tőkénket kivéve a pozícióból, ám a tőzsdétől kölcsönvet összeget felhasználva ugyanazt a pozíció méretet tudjuk megtartani, ám a tőkénket másra fogjuk tudni felhasználni, így még több és még több pozíciót nyitva sok mindent meg tudunk lovagolni. Félreértés nem azért választottam a Solana-t, mert a Solana a kedvenc koinom, vagy a Solana az én technikailag legjobban szeretett, hőn szeretett coinom. Nem, azért vettem ezt például, mert itt olyan mozgásokat tudtunk észrevenni a csárton, amikben, hogyha egy tőkátétes kereskedéssel lépett be az ember, vagy egy nulláról fölépített tőkátétes kereskedési pozíciót vett fel az ember, akkor egy olyan pozíciót tudott fölfelé skálázni, amiből ki tudott szállni, ugye, induló tőkét ki tudta venni, és egy kisebb rizikóval, tudott maximális profitra szert tenni. Vessünk is egy pillantást, ez lehet egyébként a Polygon Matic is, mikor a felfutási fázisában volt 2020-21-ben, vagy lehetett volna bármilyen más coin is, amiről beszéltünk már a korábbi időszakokban, vagy ugye tudomást szereztünk ezekről a korábbi időszakokban. Tehát, hogyha ide jövünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy az ember például, és ezért fontos az, hogy egy Bica-ciklusban, vagy egy medveciklusban vesz bele ezekbe a koinokba, vagy épít pozíciót ezekben a koinokban, hiszen egy olyan időszakban, ahol például el a piac, mint például itt ennél az eszköznél, ugye range a metik árfolyama, akkor egy ilyen csapongó mozgást kaptunk, amire nem volt egy egyértelmű irány, tehát se lefelé nem mentünk, se fölfelé nem mentünk. Ám egy idő után elkezdett fölfelé emelkedni poligonmetik, egészen pontosan a 2.75-ös szintekig. Mi történt itt, és mi itt az érdekesség? Ugye itt arról beszélünk, hogyha az ember például elkezd egy pozíciót építeni, ebben a pontban, például 0.3, tehát 30 centnél, vagy 0.03, akár 3 centnél is, akkor egy pozícióval föl tud idáig jönni, esetlegesen megduplázta meg háromszorozta pénzét, amit egy altcoin bikapiacban abszolút nem ördögtől olnak kell tartanunk, akkor föl tudja skálázni a pozícióját úgy, hogy kiveszi a tőkéjét, ám a tőke átétet megevelve ugyanazt a pozíció méretet tartja meg egy eszközben. Ez itt a lényeg. És ez akkor jó, hogyha maximális profitra szeretnénk szertenni, hogyha tényleg megvan nekünk ez az egyirányú jó, erős, impulzív mozgásunk, amit itt például láthatunk. Tehát itt egyébként poligon meték egy nagyon erős, egészen pontosan, hogyha csak ettől az ajacskától mérjük, egy hihetetlen 1800%-os emelkedésben vett részt, aminek több lépcsője is volt, ám hogyha az ember egy jó beszállót kapott el, akkor igenis, akár ezzel a stratégiával is meg tudta ezeket lovagolni. Fontos az az, ezeknél az altcoinoknál, hogy az időzítés igenis fontos. Tehát ez ugyanolyan, mint a nyári szezon, téli szezon. Tehát, hogyha van egy éttermünk a Balaton partján, akkor nyilvánvalóan a nyáron sokkal többet fogunk tudni keresni, mint télen, hiszen az időzítés itt nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha az ember itt száll be, ahogy mutattuk itt az előbb is, fönt, akkor sokkal kisebb, százalékos nyereséget tud magával vinni, mint hogyha egy természetesen egy jó időben száll be ezekbe. Ezen felül, amit még érdemes figyelni, az nem lesz más, mint hogy a platform rizikó, igenis ott van, a platform rizikónál arról tudunk beszélni, hogyha van egy centralizált entitás, legyen az egy tőzsde, bank, teljesen mindegy, hogyha az egy middlemannél helyezkedik el az a pénz, amivel te kereskedsz, legyen az egy tőzsde, Binance, OKX vagy bingx, teljesen mindegy, akkor mindig ott marad nekünk az a rizikó, hogy mi van akkor, hogy ha, mi van akkor, hogyha ők csődbe mennek, mi van akkor, hogyha náluk valami probléma történik, lásd, a múltban történt FTX potrány, vagy a Mount Gox botrány, sok-sok ilyen probléma történt ilyen centralizált váltókkal, ezért fönnáll a lehetőség arra is, hogy egy decentralizált pénzváltót alkalmazzunk erre a stratégiára. Itt van például nekünk a DYDX, itt van akár a GMX, vagy a nemrégen elindult Binance Launchpades Aevo, Evo Trading platform is, ahol decentralizált perpetua swapokra tehetünk szert, tehát decentralizált hálózaton megtalálható, tőkátétes kereskedést is, biztosító platformokra tehetünk szert. Itt ugye az a hátrány, hogy az embernek nem minden olyan Coin párra van rálátása, illetve esélye, hogy megkereskedje, mint például azt egy centralizált tőzsdén teheti. Tehát ezek a lehetőségek is fönnállnak, abban az esetben, hogyha egy ilyen pozíciót szeretnél felépíteni, amit itt meg fogok neked mutatni ebben a videóban. Tehát vessünk még egy pillantást akkor egy demo pozícióra, aztán átérünk az éles pozíciókra, amik nálam nyitva vannak, és bemutatom nektek azt, hogy én hogyan fogom ezeket felskálázni. Tehát tegyük fel, mondjuk az ember érdekelt egy altcoinban, valamilyen úton módon rátrált egy altcoinra, amiben ő nem szeretne távú pozíciót építeni, nem szeretne egy olyan pozíciót építeni, mint mondjuk egy spot pozíciónál. Spot pozíciónál ugye arról tudunk beszélni, hogy az ember vesz 1000 dollárért egy coint, hogyha az duplázódik, akkor annak a, 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 mennyiségnek a felét eladja, azért, hogy az initial, tehát a kezdetlegi tőkét ki tudja venni, így minimalizálva, illetve kivonni a rizikóját abból a pozícióból. most egy tőkeltétes kereskedésnél ez úgy is meg tud történni, hogy az ember a tőzsdének a pénzét használja, ahol viszont sajnos azt kell föladnunk, vagy azt kell feláldoznunk, hogy van bizony nekünk egy likvidációs árunk, illetve van nekünk egy olyan árunk, ami, amiért ugye kvázi hitelt veszünk fel erre a pozícióra, sajnos figyelnünk kell, tehát olyan stop loss-okat kell állítanunk, hogyha például egy pozíciót elindítunk, hogy ott a pozíció esetlegesen ne likvidálódjon, vagy ne stoppolódjon ki. Viszont ebben a stratégiában azt fogjátok megtanulni, hogy hogyan tudjátok ezt a pozíciót úgy kezelni, hogy kvázi a rizikót teljes mértékben minimalizáljátok, vagy akár el is tüntessétek abban az esetben, hogyha az altcoin egy jó irányba indul el, és itt nem beszélünk arra, hogy különböző tőkkeltéten indítjuk el a pozíciót, hiszen itt az lesz az fontos, hogy egy X-en fogjuk elindítani a pozíciót, pontosan azért, hogy minél előbb, hogyha igazunk volt, és az altkony valóban sikeres volt, akkor föl tudjuk skálázni a pozíciónkat. Tehát altcoinokat kereskedni egyébként is nagyon veszélyes, hiszen az altcoinoknál sosem tudjuk azt a bitcoin ellentétben, hogy azok például a következő bika meg fogják élni. Hiszen a legtöbb altcoin egyébként különböző hype-ra épül, tehát különböző trendre épül, ami éppen aktuális. Tehát például az ordinázók 2020-21-ben nem voltak itt, most itt vannak, most az ordinál szektorban is rengeteg potenciál rejlik. Ehhez egyébként egy októvideót megtaláltuk itt a Defangry oldalán, illetve az applikációban is ami egyébként érdekes még, hogy ott volt az AI narratíva. Az AI narratíva sem volt annyira itt még élesen, inkább a metaverzum volt itt 2020-21-22-ben, most viszont az AI narratíva erős nagyon. És ez így megy előre, ugyanez igaz a kvantum rezisztenciára. Van, amikor a kvantum rezisztencia abszolút még korai volt, és most egyébként látjuk ezeket befutni. Ugyanez igaz egyébként teljesen más olyan technológiákra, a narratívákra, amik éppen beépülnek ebbe a kriptobika piacba, amik olyan koinokat kapnak föl, amik talán a 2025-26-os, 27-es évet meg sem fogják élni. Tehát az altcoinoknál ez a fontos, hogy itt nem úgy fogunk altcoinokat választani, hogy mi szerelmesek vagyunk egy altcoinba, mi mi, 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 hiszünk egy altcoinba, hanem szimplán technikai analízis szerint egy altcoint trade szempontjából jónak találunk, mert fontos az, hogy az altcoinokat csak arra használjuk, hogy a bitcoin mennyiségünket tudjuk növelni. A bitcoin mennyiség lesz igazán az, ami számítani fog, és ami fontos lesz a következő jó pár évben. Tehát itt az altcoinoknál nagyon nehéz lesz eltalálni azt, hogy mi fogja túlélni, és ez a videó nem is erről fog szólni, hogy mely altcoinok, mikor és milyen időtávban értendők, hanem itt pontosan arról lesz szó, hogy az altcoinok kereskedésénél mire érdemes figyelni, pontosan akkor, hogyha a tőkeeltétes kereskedésben szeretnél részt venni. Érdekességként kiemeltem a Dogecoin-t. Tegyük fel mondjuk egy narratívát. Mondjuk április 20-án Elon Musk leggyakoribb helyzetekben a Dogecoin-t szereti megpampolni, mondják így a kriptós berkekben, megpampolni. Ez azt jelenti, hogy ő április 20-án tervezetten egy olyan Twitter posztot, vagy egy olyan kampányt fog elindítani, ahol a dogecoin esetlegesen egy felhajtó erővel fogja ellátni. Most nézzünk rá egy dogecoin ennek egy nagyon erős csártya vagy nézzünk rá egy szimpla narratívára, ami mondjuk tudod jól, hogy érkezni fog. Például most itt volt a 2024. március 18-án történő Nvidia konferencia. Nézzünk rá egy olyan altcoinra, ami mondjuk az AI-jal kapcsolatos, legyen az az XAI mondjuk, az XAI USDT Perpetual Swap, ennek nézzünk rá mondjuk az 4 órás csártyára, akkor azt tudjuk mondani, hogyha az ember itt szállt be például, akkor ennek az altcoinnak volt egy olyan lehetősége, ahonnan, hogyha nem egy pozíciót, akár csak egy x-en is, akkor ide följövet, meg tudta lovagolni, visszakorrekciózott, ám nem ért vissza abba a zónába, ahol indította a pozícióját. Legyen az például, hogyha mondjuk akár csak innen szálltál be ebbe a pozícióba, ennél a pontnál akkor is még jó vagy, vagy akár ennél a pontnál akkor is jó vagy még, hiszen a pozíciód nem lett visszatesztelve, vagy a pozíció beszállára nem lett visszatesztelve pontosan ezekre törekszem akkor, mikor ilyen pozíciókról beszélek, hiszen mit kell tudnotok, ilyenkor azt fogom tenni, hogy a pozíciómat egy adott altcoinra úgy fogom fölvenni, hogy én azt nem tőkátéttel, mert az kaszinó lenne, hanem 1x-en fogom fölvenni. Az 1x azt jelenti, hogy nincs tőkátétem, fölveszem a pozíciót itt, hagyom a pozíciót bent, és az elvárásaim szerint egy következő egy hétben, egy hónapban tartom ezt. Hiszen nem tudhatom azt, hogy időrendileg mikor fog elstartolni a coin, ám hogyha ez a coin elindul egy olyan irányba, ami nekem célszerű volt, tehát az én ö, spekulációmnak a, a megfelelő irányába indult el, akkor azt tudom mondani, hogy jó, tegyük fel mondjuk XAI-ba, én beszálltam 70 centen, elindult a coinom, és már 92 centen van. Nem rossz, egy 31%-os emelkedés, föl fogom-e skálázni most a pozíciómat, vagy sem? Azt fogom mondani, hogy még várok. Tegyük fel az XAI eltelt már mondjuk még egy hónap, már 57%-os emelkedést tudott magáével. Ilyenkor már elkezdek gondolkodni, hogy rendben, ebből az egy X-en nyitott pozíciómban elkezdem felskálázni a pozíciómat, magyarul kiveszem a tőkémet, és a pozícióhoz szükséges, felhasznált tőkeltétet pedig fölemelem. Mi történik ilyenkor? Ilyenkor az fog történni, hogy a marginomat ki tudom vonni, tehát a pénzemet ki tudom vonni a pozícióban, a tőzsde pénzét fogom használni, amit a tőkeltéten keresztül fogok elérni, amit ezáltal viszont rizikóra kell tennem az az, hogy a pozíció amennyiben erősebben visszajönne, és ezért fontos, hogy ez egy bikapiaci stratégia, vagy fordított esetben ez egy medvepiaci stratégia, hiszen az irány egy agresszív emelkedés, vagy egy agresszív esésben fog végülmenni, nem pedig egy csapongó oldalazó mozgásban. Magyarul, hogyha tegyük föl, én elindítottam minden a pozíciómat, itt 50%-os emelkedésnél úgy döntök, hogy rendben, felskálázom a pozíciómat, mondjuk egy 1x-ről 10x-re, akkor tízszer kevesebb pénz szükséges ahhoz, hogy ebben a pozícióban maradjak. Mondjuk, hogyha 1000 dollárt tettem be, akkor csak 100 dollár lesz szükséges ahhoz, hogy ugyanazt a pozíció méretet megtartsam, mint hogyha 1000 dollárért vettem volna XAI-t, ám a tőzsde pénzét alkalmazva ki fogom tudni maximalizálni a következő emelkedését, amennyiben ez egy bika piac, illetve a marginomat, tehát a tőkémet ki fogom tudni vonni, hogy bármilyen más dolgokra tudjam ezt fordítani, legyen az például egy új altcoin, vagy bármilyen más új pozíció fölvétele, vagy csak szimplán cash autolás. Magyarul ezeket így meglavagolva, fölskálázva a pozíciót, a pozíciót menedzselve, az árfolyamokat figyelve, a híreket figyelve fogom tudni a pozíciómat skálázni, és a maximális profitot realizálni úgy, hogy a minimális befektetés és a minimális pénz volt ehhez szükséges. Nézzünk is meg ehhez egy példát, viszont ebben a példában most egy 10%-os emelkedés után fogom fölhúzni a pozíciómat egy olyan szintre, ahonnan ki fogom tudni vonni a tőkémet, és bemutatom nektek azt, hogy ez hogyan működik. Fontos és ajánlott az az, hogy mindig érdemes megvárni azt egy adott altcoinnál, hogy legalább 50 vagy 70%-ra húzzon el arról a beszállóáról, ahonnan indult a pozíciódat. Tehát itt megnyitottam most kettő pozíciót, amit láthattok a Bybit tőzsdén. Ez nem egy demo pozíció, meg semmi más, ez egy valós éles pozíció, amit elindítottam a hétvége folyamán, pontosan azért, hogy ezt a videót fel tudjam nektek venni. Mint láthatjátok, itt van a user ID, az e-mail címem, etc. etc. Ebben a pozícióban összesen 7011 dollár az Arbitrumban, az SNX-ben, Synthetix-ben pedig 4764 dollár helyezkedik el. Itt láthatjátok a pozíciók jelenlegi helyzetét. Az Arbitrum pozíció plusz 679-680 dolláron helyezkedik el. Az SNX, tehát Synthetix pedig 423 dolláros profitban van. A Realized Profit and Lost pedig arra értjük, hogy a funding rate megfizetése által ilyen költségek keletkeztek. Tehát a nagy kontra itt az, a spot portfólió vagy a spot pozíciókkal szemben, hogy itt meg kell fizetnünk az úgynevezett funding rétet, amiről egyébként itt a DeFi Hungary oldalán is olvashatok különböző kifejtéseket, illetve a kereskedéshez alkalmas, szükséges kifejezésekről is ott olvashatok. És pontosan ez történik ilyenkor, hogy az, azáltal, az hogy mi későbbiekben például a futures kontraktokon belül akár a tőke is szeretnénk ugye folyamatosan állítgatni, ezért fizetnünk kell egy funding réteget, hogy mi egy futures-ben helyezkedünk el, és nem pedig egy spot portfólióban. Tehát ezeket az alsó adatokat itt így kell értelmeznünk. Itt nyilvánvalóan látszik az is, hogy hol szálltunk be, itt nyilvánvalóan az is látszik, hogy hol van a likvidációs árunk. Ami klassz ugye az, az, hogy az egyszeres tőke ott tudnunk kell, hogy ott kvázi nincsen likvidációs ár, hiszen olyan minimális szinten lenne ez az ár ebben az esetben 0,091, hogy a 4 dollár 54-ről ennek az eszköznek be kellene esnie 1 cent alá kvázi, ami ami azért mondjuk, mondjuk, azt, hogy, mondjuk azt, hogy az, vagy, 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 10 cent alá, ami azért innen egy nagyon-nagyon, egy 100%-os, egy 99, tehát, tehát konkrétan annyira akkor esés lenne, hogy annak semmi értelme, nem, mert akkor az egész projekt megy a kukába, az csőd. Ám ugye például az arbitrum esetében a kettőszörös tőkeltétnél ezt úgy kell értelmeznünk, hogy egy visszaesés, ami több mint 45-50%-os, az teljes mértékben, ugye 50 százalék szor 2, az sajnos 100 százalékig kiütni a pozíciónkat. Tehát ezt kell tudnotok, hogy ezek a rizikók vannak itt, és pontosan az a lényeg itt egyébként, hogy ha van egy jó irányba történő fellendülő piacunk, vagy ez lehet akár sort irányba is egyébként, mikor eső piacunk van, tehát egy irányba mozgó, egyértelmű, impulzív mozgásokat tudunk kivenni egy eszközből, akkor azt fogjuk tudni alkalmazni, hogy a marginunkat, ami ebben az esetben ugye, vagy a tőkénket, amit behelyeztünk a pozícióba, ki fogjuk tudni venni rizikómentesen, úgyhogy mellette a pozíció méretünk is megmarad, így a rizikunkat minimalizáljuk. A videó példájának kedvére akkor be is mutatnám azt, hogy hogyan tudjuk felskálázni a pozíciónkat, úgy, hogy a marginunkat eltávolítjuk az adott pozícióból, itt akkor a Synthetix-el, tehát snx el kezdeném, ahol is, ugye jobb felsősorban látjátok azt, hogy tools, illetve trade, az isolated, tehát izolált marginban helyezkedünk el, és most én azt fogom tenni, hogy a pozíciómat felskálázom egy kettőszörös tőke áttétre, ahol is, ha lenyomom azt, hogy confirm, akkor a pozícióból ki fogja venni a felét, mint margin. Látjátok, eltűnt a marginom, a pozíció méretem ugyanakkora, a marginom itt most az available balance-nél fog megjelenni. Ami összesen 2375, magyarul kivontam a tőkémet, a tőkémet kivontam, a pozíció mérete megmaradt, viszont a likvidációs áram az 2362 maradt meg, ami sajnos azt fogja mutatni, hogy ha lemegy oda, leszúr az árfolyam, akkor sajnos likvidálhatnak engem. Ami szuper az az, hogy itt ugye, amit látunk a pozícióból, tudok például profitot is realizálni, vagy pedig így hagyni a pozíciót végig szaladni úgy, hogy 2x-ben vagyok, és mint mondtam, a tőkémet kimondtam. Ugyanez igaz egyébként arbitrumra is, ha az arbitrumon most átkattintanék arra, hogy ARB USDT, akkor megnyílna ugye ez a contract, amin most vagyok éppen. Fel tudnám skálázni a pozíciómat úgy, hogy ide beírom azt, hogy 2x-ről felmegyek mondjuk 3x-re. Lenyomom, hogy confirm, a pozíció méret megmarad, a tőkémet viszont kivontam, ám arra kell figyelnünk, hogy sajnos így a likvidációs el is megváltozhat, följebb kúszhat. Illetve nyilván ilyenkor érdemes azt is mondani, hogy a stop loss-t úgy érdemes ilyenkor beállítani, hogyha a pozíciómat visszatesztelni, tehát hogy visszajönne a pozíció, akkor a profitomból nyessen le, és nem pedig a befektetett tőkémből. Ami érdekes még az SNX-nél az az, hogyha arra gondolok, hogy szeretném ezt a pozíciót teljes mértékben, tehát a marginomat teljes mértékben el szeretném távolítani a pozícióból, akkor azt fogom tudni tenni, hogy az SNX USDT-t például úgy nyitom meg, vagy olyan szinten fölskálázom, hogy itt akár 100 szoros tőkát is alkalmazhatok. Most ezt én nem ajánlom, én azt gondolom, hogy ilyenkor fel tudunk menni például az SNX-nél akár a következő nem más, mint mondjuk 5 szoros tőkátétre. Ugye az 5X. Rányomok, hogy konfirm, és nézzétek azt, hogy innen a marginomból eltűnt ez az összeg, tehát 954 maradt bent, a pozíció méret ugyanakkora, és itt az available balance meg is jelent nekem a úgynevezett uh, használható balans, ám a pozíció méret ugyanakkora, a likvidációs állam viszont följebb jött. Tehát így kell ezt értelmezni, így lehet ezt alkalmazni, vagy így érdemes ezt talán alkalmazni, nem pedig úgy, hogy az ember azonnal megnyitja a pozícióját egy hatalmas tőkeltétel. És így azon izgó, hogy mikor fogják kiütni. Így nagyon szépen el lehet hagyni a pozíciót, hogy szépen lábra álljon, elinduljon a jó irányba, ahova ugye alapból is gondoltunk, hogy menne. És akkor, mikor már kellő százalékos, elhúzásban van a pozíciónk, akkor felhúzni a tőkeltétet. Tehát én így szoktam ezt csinálni, és így, hogyha szerencsénk van, és hogy pont egy erős parabolikus emelkedésbe fog bele az árfolyam, akkor pedig teljes mértékben e, kitartani ezt a pozíciót, és új profitokat realizálni, szépen, ahogy beállítottuk magunknak a profit zónáinkban. Rendben, most, hogy megbeszéltük azt, hogy hogyan lehet felskálázni a pozíciót, hogyan lehet kivonni a tőkét, a marginunkat, úgyhogy megmaradjon a pozíció méretünk? Nézzük meg azt, hogy hogyan lehet profitot realizálni. Most én itt hajlandó vagyok ebben a videóban az SNX trédemet zárni, 439 dolláros profitban, és ezt úgy fogom végrehajtani, hogy ide jövök a limit gombocskára, és ki tudom választani azt, hogy például 10%-át a pozíció méretemnek 25%-et, vagy felét, vagy 75%-et, vagy 100%-et szeretném zárni. Mikor megnyomom a gombot, hogy rendben, zárom, nagyon egyszerűen konfirm gombocskára kattintottam, és meg is van már a profitunk, realizáltuk a profitot. Hát igazából így lehet ezt végig játszani, így lehet ezt végig lépcsőzetesen végigcsinálni. Abban az esetben, hogyha egy ilyen stratégiát folytattok, nyilván nincs olyan, hogy hogy ez minden, minden, egyes alkalommal sikerülni fog. Ez akkor tud csak sikerülni, hogyha éppen egy elég egyértelmű, erős, impulzív, egyenes mozgás megy végbe a kriptopiacon, vagy a tőzsdéken, éppen ahol ezt a stratégiát alkalmazod, és nem jön vissza, nem tesztel vissza az árfolyam azokra a szintekre, ahonnan például indította az ember a pozícióját ez lett volna a stratégia, remélem, hogy tetszett nektek a videó, amennyiben tetszett ez a videó, mindenképpen lájkoljátok be, illetve, hogyha ilyen és hasonló tartalmában szeretnétek részesülni, mindenképpen iratkozzatok fel, vigyázzatok a és sziasztok!